Esztergom Andrea kis testvérem született. Nem is olyan régen volt, hárman éltünk egy család. Apa anya dolgozott, s én voltam az iskolás. Egyik napról a másikra történt ez a furcsaság, gólya szállt a házunkra, s itt hagyott egy kisbabát. Mégsem értem, hogy lehet, talán tudja majd anya. Gólya hozza a gyereket, labda mégis a hasa. Azt mondják a kis testvérem, elhiszem, ha akarom, mit szeressek, na de kérem, egy ordítozó csomagon. Feje piros, haja kevés, ezer pici ránc a bőre, nem érdekli csak az evés, aludni sem lehet tőle. Ráadásul nagymamával, kinek szemefénye voltam, alig játszom mostanában, a kiságyhoz rohan nyomban. Rámosolyog minden felnőtt, dicsérik a rokonok, nézik, mint egy főszereplőt, én meg sehol sem vagyok. Egyre azon elmékedém, vajon anya mit is szólna, hogyha holnap megkérném rá, vigye vissza őt a gólya. Hol is van a gyerek szoba? Utoljára meglesem, s elámultam, mert a baba rám mosolygott kedvesen. Milyen apró, s nem is csúnya, kicsi keze integet. Próbáljuk meg mégis újra, s jó testvéred lehetek.